Kipróbáltuk az önök ízlését. 23 évig volt arra, hogy felépítsék a saját kultúrájukat. Így születtek a valóságsók, a szappanoperák, a Bundesliga frizura, a Pankráció, a Romeo és Julia musical, a gyermekszépségversenyek, Michael Flatley, világslágerek Pánsípra és Okarinára, a hitvány ejtőernyős Elvis imitátorok, a makkos cipő és Richard Lederman. Az önök ízlése leszerepelt. Átvesszük az ügyet, és hozzálátunk a kármentéshez. Ez az önkényes mérvadó a Spirit FM-en. Kedves hallgatók, szervusztok! A 0630-011-0725-ös SMS számunkon potenciális párkapcsolati jelentkező nem elérhető. Az érzelmi elérhetetlenségről próbáljuk meg ma értelmezni és beszélgetni róla. Ez a kifejezés, ez fél és egészen pszichológiai szaklapokban is felmerül. Nem gondolom, hogy ez egy elkészült szakkifejezés. Ugyanakkor az elmúlt 5-10 évben az járatják ezt a kifejezést. És hát én persze hol szaladtam bele, hanem az én magáli életemben. Én vagyok ez az egyik ilyen szerencsétlen valószínűleg. Mármint aki érzelmileg elérhetetlen. Igen. Pedig aki olyanokkal találkozik. Igen, hát próbáljuk meg ennek a diagnózisát megfejteni, hogy mások szerint miről van szó, és utána mérlegeljük, hogy akkor ez mit is jelent, vagy mi hol találkozhatunk eddig a mi életünkben bele. Tehát még egyszer 0630 011 07 25 az SMS számunk, itt várjuk a ti megfejtéseteket, hogy szerintetek ez valid vagy nem, és hogy mit jelent és mit nem jelent. A Psychology Today című folyóirat online változatában egy cikkben felsorolnak 10 ismertető jelet, ami kicsit nőklapjás azért ez a formátum, de hát nyilván ők is igazodnak az online tartalomgyártásnak a tánclépéseihez, de azért tudjuk, hogy ez egy 50 éves múlttal rendelkező szakmai lap, nyilvánvalóan egy kiadói háttérrel, tehát azért nem az egyetemi iskola újság, vagy a tanszék kiadványa, hanem ez egy akár jobb idejében egy millió példányban fogyó amerikai lap, de nyilván ezt bárki vásárolhatja, akit érdekel a pszichológia, és nem a pszichológusoknak és pszichiátereknek küldik ki postán, hát exkluzívan. Fogyasztható formában. Igen, csak hogy hogyan kezeljük a tartalmát. Igen. Említetted, hogy nőklapja-szerű, van is itt egy ilyen nőklapja pszichó, de egyéb pszichó kiadványok is vannak ilyen kifejezetten nőknek targetálva. Az nagyon jól megfigyelhető, hogy a nőket egyszerűen jobban mozgatja ez a téma, hogy pszichológia. Abszolút. Jobban érdekli. Az önismeret önmagában jobban érdekli a nőket, valahogy nyitottabbak iránta, ami különös, de esetleg kereshetnénk az okát. Hogy miért van ez? Tehát, hogy miért sokkal fontosabb a nőknek az önismeret, jelentsen ez tényleges önismeretet, vagy jelentse ez az önismeretnek azt a fajta illúzióját vagy pótlékát, amit az ilyen színes pszichomagazinok kínálni tudnak. Mi lehet az oka ennek? A férfiak azok inkább az elfojtásban utaznak, a nők meg inkább a feltárásban és a feldolgozásban. Igaz ez a kijelentés így? Szerintem nem. Emocionálisabbak a nők alapvetően. Úgy gondolom, hogy leginkább azért olvasgatnak ilyesmit a nők inkább, mint a férfiak, azért foglalkoznak ezzel jobban, mert a nők életének a középpontjában az emberi kapcsolatok, sőt kiemelten a párkapcsolat áll, szemben a férfiak ennél azért árnyaltabb, vagy kicsit más orientáltságú. Nekem a gyúrás és a birkó. Hát meg a láb. Tehát a legtöbb nőt, vagy nagyon sok nőt fogalmazzunk így, az határoz meg, hogy ő neki milyen a párkapcsolata, vagy a családi élete, és jó lenne azt gondolni, hogy a nők azért olvasnak ilyen könyveket, újságokat, egyebeket, mert ők maguk fejlődni szeretnének, de van egy olyan gyanúm, hogy valójában önigazolásokat keresnek a legtöbben, meg megpróbálják ezekből a könyvekből definiálni, vagy meg
meghatározni a partnerüknek a viselkedését, hiszen amit te mondasz, az egy boldog világ lenne, hogyha mindenki, vagy legalább csak a nők ennyit foglalkoznának igazán mélyen, és igazán önkritikusan azzal, hogy őnekik mit kellene változtatniuk, na de hát ez a legnehezebb, ez annyira nem plassz. Én azt figyeltem meg, hogy a férfiaknak több hobbiuk van, mint a nőknek. Így van. És a nők hobbi a párkapcsolat. Igen, nagyjából a nők a párkapcsolatukat hegesztgetik, gyógyítgatják, javítgatják, próbálják megszerelni, és keresnek ehhez újabb és újabb, hát hogy mondjam, ilyen leírásokat, ilyen szakirodalmat, ami alapján jól meg lehet gyógyítani a párkapcsolatot. Legyen ez egy horoszkóp, egy ilyen milyen típusú nő vagy milyen a párod 10 pontos teszt a nők lapjában, vagy a Psychology Today, vagy egy párterápia. Ez már kultúra kérdése, tudod? Uh-huh. Amennyire kultúrált az adott felhasználó, annyira kvalifikált irodalomhoz nyúl. Felsorolom innen csak úgy csípőből ezt a 10 ismertető jegyet. A flörtölés és az ilyen elbűvölés az egyik jegy. A kontroll, nem hogy mánia, de hogy a helyzet kontrollálásának akarása a második jegy. Egy érzelmileg elérhetetlen embernek az ismertető jegyei. Felsorolom mindent, és utána kössünk bele nyugodtan. Jó, már jegyzetelek is. Hogy mondjam, az ilyen túlzott transzparencia, vagy a nagyon hirtelen kitárulkozás, a múlttal való foglalkozás, a tökéletességet kereső magatartás, a düh, vagy méreg, az arrogancia, a rendszeres késés, az invazivitás, vagy tudod, ilyen behatoló, gondolom, turkáló magatartás a másik privát szférájában talán ideje korán, és a csábítás, tehát a nem a táncrend szerinti harmadik, meg 16. randin, meg miután apáttól megkérte a kezedet, akkor ő már megmeri fogni, hanem a minél előbb a szaporodás elbábozásának mezejére lépni óhajtásnak a nem leplezett szándéka. Könyörgöm, hogy menjünk lépésről lépésre, mert Kérlek. Már az elején olyan döbbentőek hangzottak el, hogy überelte a további, de elfelejtettem az első hármat. Tehát szóval azt mondja, hogy kezdünk. Néhány elérhetetlen ember túl flörtölő, vagy ilyen, nem tudom, túlságosan bókoló. Hosszabban úgy fogalmaz, hogy mint a kígyó bűvölők úgy viselkednek, nagyon figyelmes hallgatók és jó kommunikátorok, és sokszor erősségük a rövidtávú intimitás, és némelyük még a sérülékenységét is kitárja előtted, de azért jobban kedvelik a vadász és vad felállást. De ha feltárja a sérülékenységét, akkor érzelmileg mégsem elérhetetlen. De emlékszel, a későbbi pontok ha csak között nem csali. Is volt ilyen. Na, de a horgászbot végén nem egy rohadt nagy kukac ül, mint a horgon. Aha, tehát akkor arról van szó, hogy ő valójában manipulál. És manipulatív szándékkal tárja fel a gyengeségét. Talán nem is a saját gyengeségét tárja fel, talán valaki olyannak a gyengeségét tárja fel, aki tesztalanynak használt, és tulajdonképpen csak bizalmat akar kelteni. Lehet valós gyengesége van, és egy korábbi kritika alapján azért ideje korán kitárulkozó, mint itt az egyik pont erre még igen, külön igen, kitér, mert ismeri, hogy ez neki hiányossága, de nem érzi organikusan, hogy ennek majd hol lenne a helye. Akkor ez volt a baj, hogy a negyedik hónapban még mindig nem sikerült ide eljutnom, hát akkor most az első randin ezzel kezdem. Nagyon érdekes a kitárulkozás, a másikban mélyen vájkálás, a flörtölés, meg az ideje korán nagyon intenzív szerelembes, és valami ilyesmi is volt, ezekről egyáltalán nem gondoltam volna, hogy érzelmileg megközelíthetetlen, vagy elérhetetlen jegyek. Van egy a harmadik ötletem a manipuláción és az okuláson túl. Lehet, hogy inkább túlesik azokon a kitárulkozási pontokon, amik számára még beleférnek, ezzel mutat is,
gyengeséget fölmer vállalni, vagy mer vállalni érzéseket. El is hiszi, hogy akkor ő elérhető érzelmileg. Valószínűleg egy csomó ember ebben a hitben van. És hogyha megkapja ezeket a csemegéket, vagy mélységnek tűnő, vagy akár adottan mély információkat a másik partner, akkor viszont nem bolygatja a többit. Tehát úgy tudom eltakarni a múltamnak. Legjobb védekezés a támadás? Igen, de még csak nem is támadás. Úgy tudom elérni, hogy ne bolygassák a jobb oldalamon levő ügyeket, hogyha a bal oldalamra terelem a figyelmet. Azt már vállalom, azt már nyugodtan megmutathatom, azt már túlestem rajta, arról beszélgethetünk, de hát, ha akkor nem veszi észre, hogy jobb oldalt mi van, érted? Mint a bűvész a két kezével. Igen. Itt nekem egy szociopatának a képe körvonalazódik, ez nem az érzelmileg elérhetetlen személy. Túlerős a vád. Majd már úgy értem, ahogy itt a cikkben megyünk tovább, itt már itt a következő pontban, amikor a kontrollról beszél, az, hogy kényelmetlen az érzelmileg elérhetetlen ember számára, hogy változtasson a kényelmes vagy a már megbeszélt dolgokon, és rugalmas legyen. És tipikusan, és itt használ egy szerintem szinoníma szándékkal egy ilyet, hogy az elköteleződés fóbiások azok nem rugalmasak. Tehát most épp a Psychology Today-nek a cikkében vagyunk, és itt a bevezetés nélkül azt kell megértsem, hogy az érzelmileg elérhetetlenre bármikor cserélhetem azt a kifejezést, hogy elköteleződés fóbia. Na, de hát akkor én már értem is, hogy kiről van szó, rólam van szó. Tehát ez az elköteleződés fóbia, ezt viszont nagyon jól értem. Ezt nagyon jól ismerem. Az, hogy én érzelmileg elérhetetlen lennék, így soha nem gondoltam magamra. De így, hogy elköteleződés fóbiás, így viszont meg maradéktalanul magamra ismerek. Tehát akkor itt most valamelyik félre van ismerve. Uh-huh. Vagy ez a két kategória nem felel meg egymásnak. Azt nem tudományos ez a megközelítés, pedig a Psychology Today-ben vagyunk. Hát és közben erősen szociopata jegyek is szerepelnek benne, és narcisztikus személyiségzavar jegyek is. Tehát, igen, de tudod az, hogy valaki elköteleződés fóbiás, az kifejezetten abban áll, hogy ő időről időre addig feszíti a húrt, amíg őt eldobják, őt elengedik. És akkor persze szenvedhet, és akkor persze rettenetesen érezheti magát, meg jöhet a hatalmas dráma, meg jöhet a depresszió, meg az öngyűlölet. Mindenért én vagyok a hibás, akár meg is nevezheti saját magát hibásként, valójában szisztematikusan, módszeresen elidegenítette magát a másiktól. Lehet, hogy szinte biztosan azért vált érzelmileg elérhetetlenné, hogy egy ponton őt rúgják ki, és akkor újra szabad legyen. Na de hagyna itt egy közös metszete akkor ennek a kettőnek, hogyha valaki azért elkötelez, azért megközelíthetetlen érzelmileg, mert ezzel meg tudja úszni a teljes elköteleződést, azt a fajta... Igen, de ez csak egy bizonyos szakaszra vonatkozik. Hát, tehát egy párkapcsolatnak az első szakaszában ő mindig elérhető érzelmileg, és megközelíthető érzelmileg. Amikor még befelé megy az erdőbe, akkor ő mindig, tehát akkor nagyon, nagyon nagy amplitúdójú, nagyon, nagyon nagy, nagy, széles, nagy érzelmekkel operál. Igen, és ezeket sorolta fel, az azt, hogy kitárulkozik, lehengerlő, csábít, elhalmozza a másikat az érzéseket. Hát egészen addig, ameddig el nem kezd szorongani, el nem kezdi őt folytogatni az intimitás, és abban a pillanatban elkezd kihátrálni az erdőből. Csak akkor mi a különbség az érzelmileg elköteleződésre képtelen ember, és vagy érzelmileg kitárulkozni képtelen, és az elköteleződés fóbiás között? Hát szerintem az a különbség, hogy aki képtelen arra, hogy érzelmileg feltárja magát, az mindig képtelen erre. Ott nincsenek szakaszok. Hát nem az történik, hogy van a párkapcsolatnak egy olyan szakasza, amikor érzelmileg nagyon is elérhető, sőt, rengeteg érzelmet pakol be a kapcsolatba, és van egy fordulópont, ahol elkezd kifelé tendálni a kapcsolatból, és érzelmileg egyre elérhetetlenebbé válik annak érdekében, hogy aztán egyszer majd kiszabaduljon. Igen. Hanem az, aki tényleg érzelmileg elérhetetlen, az ilyen. Ő ilyen ember. Ő valójában hárítja az érzelmeket. Mert ő az érzelmeket, az érzelmek feltárását, azt vagy feltárulását, az gyengeségnek látja.
És ő nem akar gyengének mutatkozni. Vagy mert megtanult a gyerekkorában, akár a szüleitől, akár a saját szüleinek a példáján, hogy az, aki föltárja a gyengeségét, abba bele törlik a lábukat. Azt megalázzák, megszégyenítik, azt kiszolgáltatja magát. Vagy olyan minőségű a szakítás. Ugye, ahol én érzelmileg igencsak involválódtál, megnyíltál, annyi sebezhető felület adtál, ahol a szeretet is bejöhet, hogy amikor dobnak, akkor nem összegyűrnek kívülről, hanem a belednél fogva rángatnak ki saját magadból. És talán ez nem is, éppen ezért nem is a 14 meg 20 év között alakul ki, hanem a második, harmadik csúnya szakítás után is el tudom csak ezt képzelni. Akkor, csak akkor nem biztos, hogy a megközelíthetetlenség mögött az szerepe feltétlenül, hogy ő ne akarna elköteleződni, hanem igen, sebek, két külön félelmek, fogalom tehát kicsit kell olyan legyen. Érzésem van, mint a rovarbogár, tudod, hogy nem minden vagy rovarbogár. Most mondok mást, az igen. Elköteleződés az tulajdonképpen egy egy életterv közösen, hogy azt ő vállalja. Simán tudok olyat elképzelni, hogy valaki nem igazán érzelmi ember. Ő egy ilyen kis kutató, fehérköpenyes, szemvédős tudós, aki nagyon szeret az ő párjával beszélgetni a munkájáról és a világ nagy dolgairól, és ezen keresztül szeret, meg mondjuk szeret enni, meg mondjuk szeret egyébként szexelni, de nem feltétlenül alkalmas arra, hogy egy ilyen feminin törődést adjon mondjuk ez a kutató férfi egy nő felé, de teljes szándéka, hogy ő letelepedjen, hogy neki ne kelljen állandóan randizással foglalkozni, hogy legyen egy társa, és hogy ezt úgy is képzeli, hogy gyerekük lesz, és a következő 15, 25, 40 évet együtt töltik. Ő egyáltalán nem tök fél az első. Szeretne elköteleződni, annál is inkább, mert ő egyáltalán nem csábító, nehezen flörtöl, nem tud felszedni egy nőt. Az ilyen embereknek, én azt gondolom, hogy több az, aki szerencsétlenkedik a lelki dolgokban, és ilyen tudós fajta mondjuk, azok között szerintem jó nagy számban vannak, akik nem tudnak egy, nem tudom, 10 nőből hetet felszedni. Lehet, hogy nem is akarnak, de tök jó ez a példa. Hát aki például a párkapcsolatot, házasságot, családalapítást nem szerelmi alapokra helyezi, meg nagy románcra, hanem egy szövetségnek tekinti, vagy adott esetben egy vállalkozásnak, és most nem rossz értelemben használom ezt a szót. Leminősíti, de azt bizonyítjuk igen, éppen, de hogy nem ettől nem még ő elköteleződni igen, tehát ő azt mondja, hogy én most belépek veled együtt ebbe a család elnevezésű ügybe, vállalkozásba, KFT-be, és akkor csináljuk. Én sem érzem, hogy ezek szinonimák volnának. Tehát kétségekkel olvasom a cikket, csak érteni szeretném magát a fogalmat, hogy mit jelent az, hogy érzelmileg elérhetetlen. Ugye a túlzott kitárulkozást egy picit már értettük, most miattad olvasom újra, hogy csapd le azt a pontot, ahol hozzá szeretnéd tenni magad, de nehogy kitárulkoztul hamar. Aztán a múlt, itt ez magyarázatra szorul, azt hiszem, azt írja részletesebben, hogy vizsgáld meg, te, mint potenciálisan az ilyen érzelmileg elérhetetlen embert kerülni kedvelő áldozat, Tubi, vizsgáld meg, hogy a múltban volt-e neki hosszú távú kapcsolata, és miért lett vége. Nyilván igazat fog mondani arról, hogy miért lett vége, lehet, hogy nem is tudja. Meg bizonyára nincs olyan, hogy személyiségfejlődés, nincs olyan, hogy valaki változtat, mindenki ugyanazokat a sémákat ismétli újra, meg újra, jó, meg de újra. Hát azért inkább ez a jellemző. Hát sajnos igen, de hát itt azért nem egy jó tanácsot. Igaz. Azt mondja, hogy ebből az anamnézisből ugyanis rájöhetsz arra, hogy jellemzően akkor éltek véget a párkapcsolatai az illetőnek, amikor az intimitásnak a ugye mélyebb emeletre kellene már utaznia. De mi az a mélyebb emelet? Nekem ez az elméletem, hogy ez durván gyerek. Az, amikor olyan 3 hónapja randizgattok, és akkor már, hogy a nő az a második héttől azon gondolkodik, hogy jártok-e, a férfi meg a 2-3 hónapnál kezdi azt gondolni, hogy ez most már lehet, hogy úgy gondolja, hogy és akkor vagy bele kell állni, vagy nem. Mindenkinek máshol lehet ez az idő, de akkor ugye nem történik meg ez az áttörés, és itt a nő egy ilyen fájdalmas szakító gesztus gyakorol, mert érzi, hogy ezzel csak belegyalogol valamibe, ami a 9. hónapnál, meg másfél évnél is pontosan ugyanolyan színvonalú lesz, mint a 3. hónapban volt. Az alapján, amiket elmondtál, hogy ez egy trubadúr,
gyakorlatilag, aki leveszi a lábáról a másikat, és bókol ezerrel. Ráadásul még megmutatja a romantikus nem mély kell, oldalát. Hogy mindegyik ilyen ismérvet hordozza. De tegyük föl, hogy hordozza. Hát ember legyen a talpán, aki gyanakodva nézi egy hónap után, hogy na hát, csomót bókol. Elmondta szerintem... az egész életét. Velem akar tervezni. Kíváncsi, hogy velem mi van. Már közös jövőt tervezni. Ugye nagyjából ilyen típusú kitárulkozásról van szó. Akkor ez tudja, hogy nem elérhető. Itt valami átverés van. Hát arról van szó, hogy a férfiak a 20-as éveikben, aztán meg a 30-as éveikben ehhez a tinédzser szerelemhez szocializálják magukat. Ugye azzal a kifogással, vagy azzal a hivatkozással, hogy ők az igazit keresik, ők igenis el akarnak köteleződni, csak hát ez sem az igazi, az sem az igazi, nyilván nem az igazi, az kéne még csak, hogy az igazi legyen 25 évesen, hát még bőven élni akarok, még bőven szeretném magam értékesíteni újra, meg újra, meg újra a húspiacon, és még nagyon jól állnak a részvényeim. Miért lenne nekem sürgős ez? Na 20-as években a csajaik is hasonlóan állnak ehhez hozzá. Aztán a 30-as éveikben a csávók még nem veszik észre magukon, hogy ezen bármiért is, bármennyire is változtatni kéne. Hiszen őnekik még bőven van idejük, és a húspiacon is nagyon jól állnak, sőt, kezd felértékelődni a részvény árfolyam. Három belenőnek a bőrükbe, akik már 15 évesen ilyen félkopasz tudós kinézetű, unalmasan kabernét kortyolgató, szivarozó emberek voltak, azoknak ez 35 évesen végre jól is áll. Ellentétben a csajaikkal, akiknek meg hát kezd, hát hogy is mondjam, elértéktelenedni a részvény portfóliójuk. Robi, és azt hittem, hogy ennél kevésbé finoman fogsz fogalmazni, most nagyon büszke vagyok rád. Ráadásul a hölgyek, azok nem csak, hogy hát hogy mondjam, a húspiacon veszítik el a maguk értékét, hanem hát ő nekik a gyerekvállalás az egy, hát hogy mondjam, határidős, és a biológiai órájuk az elkezd csörömpölni. Eleinte csak ketyeg, aztán elkezd csörömpölni. És ez egyre sürgetőbb lesz, ők egyre hisztérikusabban el akarnak köteleződni, a férfiak pedig ettől egyre inkább görcsbe rándulnak, és egyre kevésbé akarnak, és természetesen azt hazudják nem is csak a csajaiknak, maguknak is, hogy ők természetesen el akarnak köteleződni, csak hogy a férfiaknak föl kéne mondaniuk azt a szocializációt, amit az előző 20 évükben elsajátítottak, 20 éve tanítják magukat és szoktatják magukat ahhoz, hogy egy párkapcsolat az átlagosan 2-2,5 évig tart. Nagyjából az alatt le is zajlik a ciklusunk. Tehát ez a ciklus, ez az intimitás ciklus. Jó, most én, ez az én időmben volt. Most már lehet, hogy ez most már azért tovább szűkült, mert ahogyan mi Ágival, akivel egy teljesen más generációt képviselünk, mint te vagy, Robi, mást éltünk meg. Ahogyan zajlik a szexuális forradalom, ez rövidül. Nyilvánvalóan az átlagos párkapcsolatnak az időtartama egyre rövidül. Minden esetre arról van szó, hogy a férfiaknak 30-valahány évesen, akkor, amikor a hölgyeknek sürgős lesz, el kéne sajátítani a hölgyeknek a sürgető igyekezetét, de nem tudják elsajátítani, mert ők még 25-30 éven keresztül termékenyek, ellentétben a hölgyekkel, akiknek hát lejár az idejük, és most már elkezd csörömpölni a biológiai órájuk, és arról van szó, hogy 20 éven keresztül tanultál egy működést, elsajátítottál egy működést, és ezt kéne felülírni, talán, ezt kéne újra tanulni. Talán de nem az azonos életkorúaknak kellene ismerkedniük egymással, és akkor ez szinkronba kerülne. Ez az én javaslatom. Az egésznek van egy olyan típusú, azt mondod, hogy el kéne sajátítaniuk ezt az újfajta viselkedésmódok, de miért kéne? Egyébként én 40, hagyjuk ezt, szóval, hogy nem 25 éves nőként, teljesen meg tudom érteni azt, amit mondtál a férfiaknak a reakciójáról, viselkedéséről, hiszen, hogyha nagyon sarkítom, a nők, azok 15 éves koruktól elkezdik élni azt az életet, hogy érzik, hogy ők tetszenek, érzik azt, hogy kellenek,
lehetőség szerint idősebb fiúkkal, a gimiben felsőbb évesekkel, aztán egyetemistákkal, jobb pasikkal, randizgatnak. Mi ezt nézzük a kispadról leközben, az fiúk egykorú nézik, fiúk. Pontosan így van, és egyszer csak jön egy olyan fordulópont, amikor végre azt érezheti egy fickó, hogy na eljött az én időm. Hát na most 27, már 32 éves vagyok. Éves igen, tanul. És most már tudok válogatni fölfelé is, lefelé is, mit érdekel engem, hogy közben a nő meg mit érez? Azt, hogy hát eddig folyton meg akartak hívni a bárputnál egy italra, most meg jó napottal köszönt a futára helyett, hogy szia. Nincsenek ezek az órák összehangolva, nem csak a biológiai, hanem hogy mikor érzed igazán jól magad. Tehát, hogy a lányokra nagy érdeklődés van már 16 éves korukban, a srácokra 25-30 éves korukban kerül az érdeklődés. Úgyhogy akkor én azt gondolom, hogy ott nyertünk is 10 évet. Akkor ennyivel lejjebb kellene keresgetnem, és hogyha valakinek, hogy mondjam, szűk az ideje, vagy stresszeli, hogy mindjárt 30 éves lesz, tudod, az szerintem nagyon sok embert így nyomorgat, hogy mi lesz a 30. Nem, annyira nem is, mint a 40. A 30 az nagyon sokan nehezen élik meg, hát akkor kell vadászni egy kampit, csak nem egy 31 éveset, hanem egy 44 éveset. Minden esetre a korszellemmel függ össze, hogy a legényéveket, vagy leányéveket, azokat mindenki az élet szinonimájával hozza összefüggésbe, és ilyen módon használja, hogy élet. Még élnem kell. Igen, még nem éltem ki magam. Aha. És ugye, ilyetén módon a család, az elköteleződés, az a halállal kerül asszociatív viszonyba, tulajdonképpen a halál, mert ugye mi a halál? Az, ami biztos, az, ami változtathatatlan. Azt hiszem, hogy a házasság az valami ilyesmi. Nincsen meg benne biztos, a változásnak. Biztos, és elvileg változtathatatlan. Igen, a változásnak a lehet. Szeretne lenni. Ne, ha nem az, akkor már nem házasság. A halál sem halál, ha föltámadunk belőle, tudod? Abban a pillanatban már megint lányok vagy legények vagyunk, most persze elváltan, de visszakapjuk a szabadságunkat, visszakapjuk az életünket, tulajdonképpen feltámadunk, ha nem is harmadnapra, de feltámadunk a halálból. Hogy jutott ide a civilizációnk, hogy a halál szinonimája lett a felelősségvállalás, a felnőttség, az érettség, a család, és az élet szinonimája lett az el nem köteleződés, a folyamatos várakozás arra, hogy majd elkezdődjön, mi is? A halál? Azaz. Ez az önkényes mérvadó Puzsér Róberttel, Horváth Oszkárral és Csízi Ágival itt a Spirit FM-en. Továbbra is az érzelmi elérhetetlenséget próbáljuk boncolgatni, valamint a szerintem hamisan időnként ehelyett használt elköteleződés vagy kötelékfóbiás viselkedés. Szerintem ez a kettő dolog, ez leválasztható egymásról. A hallgató írja, nálunk a feleségem, aki azonnal bezárkózik, ha vita van, én vagyok, aki azonnal meg akarom beszélni, mert nem bírom a tartós konfliktust, a konszolidáció hiányát. A baj csak az, hogy ez olyan, mint amikor belecsapódik az ellenállhatatlan erő az elmozdíthatatlan objektumba. És ez érzelmileg megközelíthetetlenség? Szerintem, abszolút. Szerintem a konfliktusok esetén az. El tudom képzelni, hogy valaki képes megnyílni, képes hosszú és középtávon arra, hogy beengedje a másikat a saját lelkébe, valóban beengedje, de konfliktus helyzetekben mondjuk ilyen csigaként reagál, aki visszahúzódik a házába, vagy tüskéket növeszt, fel kell dolgozza mondjuk magában, mert utána tud erről kommunikálni. Szerintem én azt figyeltem meg, hogy a nők többször elérhetetlenek érzelmileg egy ilyen konfliktus helyzetben. A férfiakban nagyobb a hajlam meg a szándék a megbeszélésre. A férfiak azok azt figyeltem meg. Azért figyelted meg, mert benned nagyobb a szándék a konfliktusra és az ütköztetésre, Robi. Valóban. Szerintem ez rossz, nem tudod jó nézőpontból figyelni, ha másmilyen ember lennél, az ellenkezőjét figyelted volna meg. Lehetséges. Minden esetre jó, lehet, hogy vannak olyan férfiak, akik, hogyha megkérdezik, hogy mi bajod van, akkor azt válaszolják, hogy semmi. Semmi. Én ezeket egyedül szeretem rendezni. Semmi. Sose láttam, hogy másképp történt volna. Én nem panaszkodom. Így fönt hagyod a hangot, hogy azért abból, ahogyan azt mondod, hogy semmi, kihallatszódjon az, hogy van valami, de hogyha kérdezed, de tudod, verbálisan azt mondod, hogy semmi,
Nem játszom az eszem, nem manipuláció. Igen, amit te mondasz, az egy játszma, hogy én most nem mondom el, de éreztetem veled, hogy már pedig valami van, aki valóban... Igen, és az mit mond ilyenkor? Mi a baj? Beszéljük meg. Jó, hát az nem viszi fel a hangsúlyt. Ha te nem tudod, hogy mi a baj, akkor mindegy is. Ne, erről van szó. Ha nem tudod, akkor hagyjuk. Akkor semmi értelme. Hidd el, hogy amit most mondasz, az jellemzőbb a női oldalra valószínű. Én nem azzal a tapasztalattal rendelkezem, hanem a férfiakról vannak ilyen tapasztalataim. Ők nem semmiznek, meg nem kezdenek el ilyeneket mondani, ami karikatúrába illő, hanem egyszerűen azt mondják, hogy hagyjuk, vagy ez a bajom, de nem akarok beszélni róla, vagy nem válaszolnak, hanem elterelik a témát, vagy nincs esélyed megkérdezni, hogy mi a baj, mert fizikailag mire észbe kapnál, már nincs ott, mert a másik szobában tartózkodik. Megvannak azok a férfi elkerülési technikák, amik aztán lehetetlenné teszik, hogy erről beszélni lehessen. Szerintem azért is találkozhatsz te ilyesmivel, amit mondott az Oszi, hogy szinte lehetetlen nálad jobban megbeszélni akarni. Másrészt pedig valószínű, hogy ilyen értelemben olyan embereket, vagy olyan emberek választanak téged, vagy választottak, akik ilyen esetben talán ellenpólusok. Hát legalábbis én nem tudom elképzelni azt, hogy te nálad milyen lenne az a családi élet, ahol mind a kettő ilyen intenzitással meg akarná beszélni, vagy bármilyen helyzetben, akkor ott egy ilyen véget nem érő, 3 napig tartó megbeszélés, cunami is el tud kezdődni. Ugyanígy az is elképesztően furcsa lehet, hogyha 2 olyan ember van együtt, akik pedig képtelenek megbeszélni, és akkor ott meg csak a csönd. De nem biztos... nincsen, mert kialakul egy dinamika. Tehát az, amelyik kevésbé tudja megbeszélni, az válik azzá, aki nem akarja megbeszélni, nem hajlandó megbeszélni, és az, aki egy kicsit kevésbé, vagy ahhoz képest egy kicsi, még mindig bármelyik másik párkapcsolatában, ő volt az, aki nem akarja megbeszélni, de ehhez képest ő azért mégiscsak megbeszélni, ő válik azzá, aki meg akarja beszélni. És amikor már kialakul a dinamika, amelyben ő akar megbeszélni, abban már ő kapta ezt a szerepet, ráosztották ezt a szerepet, és már ő játssza ezt a szerepet. És ebből számomra az következik, hogy minden kapcsolatban, ha sarkítunk, van egy fél, aki úgy érzi, hogy a másik zárkózottabb, és kevésbé akarja megbeszélni, hiszen törvényszerűen kialakul a dinamika. Itt a hallgató megjegyzi, hogy kicsit félreértitek, vagy lehet, hogy félreértjük. A cikk azt listázza, hogy szúrt ki, hogy partnered érzelmileg megközelíthetetlen. Például mindenkivel flörtöl. Én úgy értelmeztem, hogy már téged is úgy szed föl, hogy ezzel a sármos viselkedéssel, és hogy a szaporodásra nagyon hamar rákanyarodik, de nyilvánvalóan az is egy intőjel, ha te nem vagy neki elég, és nem látod viszonylag hamar, hogy úgy tűnik, hogy elég vagy neki. Hanem azt látod, hogy melletted még ezt-azt, nem hogy megnéz, hanem túl sokáig rendel annál a bárpultnál, attól a helyes pincérlánytól, vagy pultos lánytól. Gyanítom, hogyha valaki folyamatosan flörtöl mi alatt veled van, főleg ha az orrod előtt teszi, akkor ahhoz nem is kell egy pszichológiai cikket elolvasni, hogy rágyere, hogy itt valami nem stimmel. Rágyere. Rájöjj? De igazad nem. Milyen következményei lehetnek annak, hogyha valakinek az elsődleges gondozója egy ilyen érzelmileg megközelíthetetlen személy, és most akkor ne manipulatívnak tekintsük őt, tehát most nem arról van szó, hogy ő szándékosan manipulál, hanem ő neki egyszerűen ilyen a személyisége, vagy a személyiség zavara, akár tekinthetjük annak is, minden esetre nem ravaszdi módon szociopátiásan manipulál, hanem ő ilyen. Na most, hogyha valakit egy ilyen ember nevel fel, mert azt hiszem, hogy a szülőségnek, vagy itt akkor inkább így mondom, hogy az anyaságnak, mert itt az elsődleges gondozó azért a 100 esetből 95-ször az anya, az anyaságnak alapvető ismérve kell, hogy legyen, hogy érzelmileg elérhető legyél a gyereknek. Most egy ilyen szülő, amelyik érzelmileg elérhetetlen, megközelíthetetlen, milyen súlyos károkat tud okozni egy formálódó személyiségben? Ki? És mi van akkor, meg is fordítom, ha egy szülő nem érzelmileg elérhetetlen, de a gyereke az. Tehát tudod, kicsit jól nem lesz az a gyerek, akkor autisztikus gyereket mutat. És egyszerűen olyan. Aspergeres. Mondjuk, hogy Asperger tünetekkel rendelkezik, hogy egy értelmes, egy magát ellátni képes, de túlságosan szellemi, és képzeld el anyaként, hogy beleöntöd abba a gyerekbe az ölelésedet, a szeretetet,
szereteted, a különböző formátumú gondoskodásodat, és nem pattan róla vissza semennyi szeretet. Nem érzed, hogy hálás, hogy értékeli, hogy érzi, hogy ez fontos, és egyszer csak azt mondod, hogy jó, én továbbra is enni adok neki, és én szeretem, és tudni fogja, hogy szeretem, de ennek az ilyen nagyon nyitott, verbális, hosszú ilyen beszélgetések a köztünk lévő szeretetről és társai, én ebben nem megyek bele, mert az annyira fájdalmas, hogy a gyerekemről ez visszapattan, hogy nem csinálom. És úgy is lehet, ahogy a Robi mondja, hogy valaki már ilyen, és ő vállalt egy gyereket, és egyszerűen nem tud annak a gyereknek annyi mintát adni a szeretet különböző formáiról, hogy aztán az a gyerek öt teljesen különböző embernél is megállja a helyét, amennyiben szeretné éreztetni, hogy ő azt az öt embert nagyon szereti. Nincsen kamasz gyerekem, és bár most ez akár viccesnek is hangozhat, de nem annak szánom. Valószínűnek tartom, hogy a kamaszok szüleinek túlnyomó többsége megéli ezt az érzést, amit most te mondtál, csak aspergeresnek tekintettük, mert igenis eljön az a pont, amikor a szülő még megpróbálja beletölteni a nagy beszélgetéseket, az érzéseket, a megnyílást, de a gyerek 12-3-4-5 éves korától, nagyjából 21 néhány éves koráig, semmiféle módon nem engedi be. Érzelmileg megközelíthetetlenné válik. Igen. Egyrészt, de most én arra reagálok, amit az Oszi mondott, hogy milyen lehet ez az érzés szülőként, az valószínűleg elég pocsék. Az, hogy ha valaki úgy nő fel, hogy egy érzelmileg elérhetetlen elsődleges gondozó valahogy te fogalmaztál, úgy tapasztalom, hogy mint oly sok más hasonló helyzetben, két végletet tud generálni. Az egyik az az, hogy ő maga is egy elidegenedett vagy érzelmileg megközelíthetetlen figurává válik, hiszen nem volt előtte az a minta, hogy hogyan kell másképp viselkedni. De mint minden ilyen végletes szituációban előfordulhat, hogy annyira zavarja őt ez, vagy annyira érzi, hogy ez nem stimmel, hogy vagy tudatosan, vagy ösztönösen a másik végletté válik, és elkezd egészen más módon viselkedni ő a későbbi gyerekével vagy párkapcsolatában. Én láttam mind a kettőre példát. Azt így a hallgatónk, jó hallgatni titeket, 31 éves vagyok, átlagos kinézettel, de sosem jött össze egy tartós kapcsolat, igaz? Nem is vágytam rá. Hát akkor nem jött össze, hát akkor összejött, hogy nem lett. Mostanában foglalkoztat a gondolat, és kevésbé utasítom el a gyerekvállalást is, vagy sem, akkor ezek szerint ez nem abnormális, köszi. Fiú vagy lány vagyok? Hát ezt nem tudjuk. Tehát fiú egyébként. 31 évesen nem hiszem, hogy egy férfinak feltétlenül azon kellene tombolnia már, hogy úristen, miért nincs gyerek, miért nincs nagyon tagadom család. Ezt, hogy a valahány évesen valamit kéne csinálni. Tehát én ezt nem szeretem, nem amikor jellemző, erről van szó. Akkor nem jellemző, hogy... Ebben hogy... a korban, fiam, neked már ezt meg azt... Kösz, majd beosztom én. Na, látom, nekem van egy belőle. Neked is egy van belőle, oszd be a sajátodat. Visszakanyarodhatunk, hogy milyen jó a férfiaknak, ők be tudják osztani, a nők azok nem feltétlenül tudják beosztani, mert nekik ott egy külső biológiai tényező. Nekem is ott van egy biológiai tényező. Lehet, hogy én 85 évesen meg fogom bánni, hogy nem szaporodtam. De lehet, hogy 5 év múlva szaporodni fogok. De szépen mondta. Ugye? Nagyon romi volt. Nagyon romi vagyok. Az a kérdésem, hogy egyébként olyan kifejezéssel, hogy nem ostorozzuk tele az internetet, hogy valaki szellemileg elérhetetlen? Nem lehet vele egy értelmes szót váltani, mert se saját okos, gondolata, se akvirált műveltsége nincsen. Mert azért, mert a mert én azt sértő. Hiszem, hogy nem arról van szó, hogy én azt hiszem, hogy a szellem nem tud úgy lappangani, mint az érzelem azért. Tehát, hogy ha valaki szellemileg elérhetetlen, akkor az nem szellem, szellemtelen. Tehát valójában nincs hova ásni, az vagy ott van, vagy nincs. Amiről te szellemileg visszamarad. Adott, és az a kifejezetten szellemileg visszamaradottat pedig, hát ez nem élik. Tehát a szellemileg elérhetetlen az egy olyan fogalom volna, hogy áltatom magamat azzal kapcsolatban, hogy a gyerekem el fog tudni végezni egy egyetemet, nem fogoszi. És így ezt így el kell viselni. Nézd meg az apját, micsoda egy hülyes utyó állat, mire is számítottál. Ez az önkényes mérvadó Puzsér Róberttel, Horváth Oszkárral és Csízi Ágival itt a Spirit FM-en.
az önkényesben, az érzelmi elérhetetlenséget járogatjuk körbe, és táncolgatunk, a hallgató írta. Sziasztok! Nem lehet, hogy pont ez az érzelmi elérhetetlenség a vonzó a legtöbb ember számára, és ezért sokan szándékosan próbálják ezt a benyomást kelteni magukról? A környezetemben azt tapasztalom, hogy azok az emberek, nők és férfiak is, akikből sugárzik az érzelmi stabilitás és nyitottság, az messze sikertelenebb a másik nem körében. Igaz, én 23 éves vagyok, lehet, hogy ez később már nem lesz ilyen szexi tulajdonság. Egyrészt szerintem, de biztos vagyok benne, hogy egy csomóan eszközként használják ezt, bár egyébként lehet, hogy ők nem. Akkor lehet, hogy ők valójában nem érzelmileg elérhetetlenek, hanem kitapasztalták, hogy ha ezt a benyomást keltik, mintha azok lennének, akkor nagyobb sikert aratnak. Vagy a saját maguk jobb kiadását, vagy pedig egy számító magatartást művelnek. Ugye a múltkor, amikor a Pua Bibliáról beszéltünk, ott azért pár ismérv, az pont olyan, mint amit ez a magatartás organikusan szül, vagy ez az állapot. Az is egy izgalmas kérdés, nagyon jó ez az SMS ilyen szempontból, hogy na de miért sikeresebb a másik nem körében? Szerintem... Én arról tudok, hogy a másik nemről beszél. Akkor a másik ember. Jó. Legyen így. Én a hallgatóra nehezteltem mindjárt. Nem, ő a legtöbb ember számára, én voltam csak ilyen anti-PC. Torzítottad itt az információt. Bizony. Szóval nem tudom, hogy ez a férfiak számára is vonzó egy nőben, hogyha a klasszikus felállásoknál maradunk. Szerintem a legtöbb nő számára azért vonzó, mert a nők imádják elképzelni azt, hogy majd ők megváltoztatják. Aha. Eddig nem tudott megállapodni a másik, eddig nem is akart, de engem annyira fog szeretni. Én olyan csodás, és miről szól ez? Önmagam visszaigazolásáról, tehát én annyira jó nő vagyok, vagy okos, vagy szép, vagy jó pörköltöt főzök, vagy mit tudom én, hogy takarítok, hogy mindenkit kenterbe verek az ő múltjában, mert mellettem majd ő megnyílik, elköteleződik, és itt tovább. Szerintem elsősorban nem erről van szó, hanem elsősorban arról van szó, hogy olyasmit kell felvillantanod, amit nem kaphat meg a másik. Amit visszatartasz a másiktól. És ő arra vágyakozni tud, és ő azt óhajtani tudja. És azt abból te mindig csak egy kicsit, kis kanalanként adagolod. És ezáltal te az ő számára mindig kihívást fogsz jelenteni. Uh-huh. Ezzel szemben, hogyha egyszerűen odaadod magad, akkor... egy idő után, hát hogy mondjam, elunja a játékot veled. Tehát játszódik veled egy ideig, nyilván érzelmileg, nyilván szexuálisan, nyilván intellektuálisan, millió módon, de hát egy idő után elunja a játékot, és ez megtörténik. Tehát ez most, ami az imént, amikor arról beszéltünk, hogy ebben a fiatal 20-30 éves korosztályban az átlagos párkapcsolatnak az időtartama az nem tudom én 2 év, vagy másfél év, vagy 2,5 év, vagy valami ilyesmi, nagyjából ennyi egy kapcsolatnak a szavatossága. Ennyi idő alatt kimerítik egymást a felek. De azok, akik manipulálnak, akik visszatartanak, akik visszatartják az én valójukat, azt, akik ők valójában, és fölhúznak egy falat, és azon a falon csak kis kanalanként adagolják át a saját gyengeségüket, a saját gyengétségüket, a saját bensőbb lényüket. Ők végtelen ideig tudják a másikat, hát hogy is mondjam, pórázon tartani. Azt szomorít el, hogy amit mondasz, az leginkább azokra az emberekre érvényes, akik tudatosan művelik ezt, akik ezzel manipulálnak, akik játszmában tartják a másikat. És ezáltal olyan, mintha azok, akik akaratukon kívül egész egyszer neveltetésükből, hátterükből, személyiségükből fakadóan elérhetetlenek vagy nehezen elérhetők, attól úgy tűnik, mintha ők valamilyen rossz szándékkal, vagy rossz indulattal, vagy tudatos rossz akarással viselkednének egy kapcsolatban. Pedig hát simán lehet, hogy ez annak az embernek legalább annyira rossz, vagy legalább olyan sokszor okoz problémát. Mondjuk szembesül azzal, hogy ha jobban meg tudnék nyílni, vagy jobban meg tudtam volna és időben, akkor nem veszítem el mondjuk ezt a partnert, akit egyébként
pedig mennyire szerettem volna. De ez nem így megy. Tehát a probléma az, hogy ez a gyerekkorban eldől. Hogyha az elsődleges gondozóddal neked olyan jellegű kapcsolatod volt, hogy abban te meg tudtál nyílni, és ő meg tudott nyílni, mert nyilvánvalóan úgy tudtál megnyílni, hogy ő megnyílt. Ezeket az érzelmeket, meg ezeket az érzelmi reakciókat, ezeket egymástól tanuljuk el. Ő meg tudott nyílni, ennek nyomán te is meg tudtál neki nyílni, megtanultad a szeretetnek ezt a nyelvét, ezt az odaadást, és innentől kezdve ez menni fog a párkapcsolataidban, sőt, máshogy se tudsz működni egy párkapcsolatodban, mert ez lett a szeretet nyelved. De hogyha te gyerekkorodban nem voltál képes arra, hogy megnyílj az anyádnak, mert az anyád sem nyílt meg neked, tehát nem tudtad megtanulni azt, hogy milyen az odaadás, akkor te a párkapcsolatodban sem leszel képes erre, és nincs az a, hogy mondjam, nincs az az érzelmi odaadás, amit te aztán viszonozni tudsz. Ez nem a manipuláció, mert az, amikor valaki ezzel manipulál, az már szociopátiás, nyilvánvalóan. Hát vagy de, minimum hogy... önző, de igen, hát, igen. De tudod, amikor ilyen ravaszdi módon a másikat érzelmileg kiszolgáltatod, tudod, ez... Jó, az már egy minősített eset. Nem tudok teljesen egyetérteni azzal, hogy ez már eleve eldől gyerekkorban. Azzal tudok azonosulni, hogy ez jó eséllyel, a gyerekkor nagyon jó eséllyel befolyásolja az összes többit, de hogyha azt mondjuk, hogy mindegy, mert már úgyis eldől gyerekkorban, akkor húzzuk le a WC-n az egész pszichoterápia intézményt, meg bármi. Hát az ember meg tudja rendet ismerni lehet magát. Rendet lehet tenni, vagy nem tud ez a kérdés. Dolgozni magán, most tud változtatni. Róla, nem. Megváltozni újra nem, lehet, de... Hát nézd, újra lehet tanulni viselkedés mintákat. Igen. Hát egy terapeuta egy hosszú és nagyon kemény melós terápiában, mondjuk egy évtized alatt, vagy másfél évtized alatt újraírhatja a te elsődleges gondozódhoz, mondjuk az anyádhoz fűződő szeretett kapcsolatodat másfajta módon. De én azt hiszem, hogy arra az érzelmi odaadásra, amit egy szerető anyától kaphattál, arra egy terapeuta egy terápiában nem fog tudni olyan mintát adni, biztos, amilyen egy egészséges szülő-gyerek kapcsolatban megvalósul. Persze. Legfeljebb egy nagyon rossz, pusztító, büntető, lelkileg megnyomorító szeretett kapcsolatot felül lehet írni egy normálisabbal, egy elfogadóbbal, erre képes lehetsz. Igen, de igen. De tudod... Az, ami az érzelmi elérhetetlenség, ami valójában azt jelenti, hogy nagyon korán, nagyon fiatalon egy olyan szeretet mintát sajátítasz el, amiben a másik féllel szemben nem tudsz szeretetet mutatni, mert nem rakták beléd, mert a helyzet az, hogy azt tudod visszaadni, azt tudod visszatükrözni, amit beléd sugároztak. Hogyha ezt nem sugározták beléd gyerekkorodban, nincs mit visszatükrözni, nincs mit visszasugározni, és kár is a szemrehányásért, mert ő a legjobbat adja, amilyen van, ennyie van. És tudod, egy terápiában egy korrekt emberi kapcsolatot le lehet modellezni. De egy túláradó szeretetet nem. Abszolút igazad van. Viszont a traumát, mint kiváltó okot, azt teljesen kizárjuk. Tehát amellett elmegyünk, hogy valaki bezárkózik, vagy azért válik elérhetetlenné, mert olyasmi történt vele, akár egy szerelmi csalódás kapcsán, vagy fiatal korában, ami nem a szüleivel van. Mondok hát, ha meghatározza a személyiségét, és ő abban a kapcsolatban, tehát hogy ő az... párkapcsolataiban így tud működni, mostantól már idők végezetéig, akkor annak a gyerekkorban van a gyökere. Nincs olyan felnőttkori trauma, ami az egész személyiséget újraírja. Ilyen nincs. Tehát azt mondjuk akkor, hogyha történik valakivel egy ilyen trauma, akkor nem felülírja a teljes személyiséget, hanem mondjuk visszább vesz, zárkozottabbá válik, de előbb-utóbb azért egy kapcsolatban az oldható. Nekem azért gyanús, hogy a kérdés az, hogy az ember érzelmileg elérhetetlen a szülők, rokonok, barátok kategóriának is, vagy csak potenciális barátnők, vagy párkapcsolatok részére. Mert utóbbi esetben, ha csak a potenciális párkapcsolat részére korlátozza magát, az egy olyan, hogy visszavett és egy picit csínyán bánik vele, de van olyan, akivel meg tudja osztani magát.
az az igazság, hogy nekem a szüleimmel nincsenek ilyen mély érzelmi beszélgetéseim. Nekem a szüleim szellemesek, okosak, tájékozottak, és ez elég szórakoztató. De hogy így nem lelki. Azt sem gondolom, hogy nekünk komolyabb bajaink lennének, vagy ha vannak, akkor azt magunk rendezzük. Nem kérünk egymástól segítséget. Én nem tudom, hogy ez máshol hogyan zajlik, de ebből adódhat az is, hogy én például nem szoktam felhívni senkit telefonon, a barátaimat sem én keresem, hanem ők kezdeményeznek valamilyen programot, amire én örömmel elmegyek. Egy nagyon-nagyon ritkán eszembe jut meghívni 4-5 embert, és főzök nekik valamit, de tudod, nem érek én körbe mindenki, nem vagyok az a családnak az a középpontja. Egy csomó családban van egy olyan ember, aki állandóan meghív mindenkit, és nála minden héten valakik ott vannak. Egyébként kicsit az apám az ilyen, de én meg nem vagyok ilyen, és mindenből viccet csinálok, és gyakorlatilag ilyen, én ezeknek a forrását nem abban érzem, hogy a szüleimmel milyen a kapcsolatom, hanem hogy nekem ilyen kisállatelvesztési, meg szakítási gyász eseményeim voltak, ami után úgy gondoltam, hogy még egyszer ugyanannyit nem viszek be a kaszinóba, vagy ha a ruletten feltettem, a másikat a blackjackre, a harmadikat a pókerre viszem. Hogy több lábon álljak. De ez miért mutatkozik akkor meg a baráti vagy családi kapcsolatokban, akkor nem a párkapcsolatokban kéne csak megmutatkozni? Azok is olyanok, amiknek vége lehet. Tehát én most nem akarom tragédiának beállítani, de engem 4-szer raktak át másik iskolába. Uh-huh. Tehát egyszer költöztünk, egyszer Amerikába mentem, egyszer Amerikából jöttem, és akkor utána nagy nehezen leérettségiztem. Ez azt jelenti, hogy beágyazódsz egy közösségbe, amire viszonylag én alkalmas vagy, engem szoktak kedvelni. Akkor is, ha nem feltétlenül kölcsönös, tehát ha 30 ember oda van értem, én valószínűleg hárommal szimpatizálok, de mindegy, ez van, de jól érzem ott magam, jól tudom érezni, de aztán utána erről így lehámoznak, és soha többé nem látod őket. Tehát én soha többé nem láttam az elsős általános iskolai osztálytársaimat, és egy kivétellel soha többé nem láttam azokat, akikkel 15-6 évesen én Amerikában egy iskolába jártam, és minden nap, nem tudom, 8-10-12 órákat voltunk együtt iskola után is. Én ezeket többet nem láttam. Eljött a június 14-e, azt akkor még be kellett menni, és azóta meg nem kell. Akkor jól értem, hogy félsz az érzelmektől. Igen, a végétől ezeknek. Aha. Tehát ha én abba így beletettem valamit, ahhoz kössön egy szál. Nyilván azért ezzel az internettel ez egy picit egyszerűsödik, hiszen nem szakadsz le végleg valakit. A közkultúrával is az történik, ami veled. Hogy így valahogy a korszellem, meg a világszellem is elkezdett félni az érzelmektől, vagy a mélyebb érzelmektől, és a felszínesebb interakciókban utazik épp úgy, mint te. Lehet, hogy ez nekem olyan, mint amikor te jól érzed magad, ha esik az eső, mert végre mindenki más is otthon marad. Hát volt ilyen a kis Robi, mondjuk. Én nem analizálni szeretnélek, viszont kíváncsi vagyok arra, hogyha neked ilyen típusú veszteség élménye. Téged nagyon szeretlek, Ági. Szóval, hogyha ilyen típusú veszteség élmények azok, amik miatt te visszavettél, meg félsz az érzelmektől, vagyis a végétől, akkor az azt jelenti, hogy benned azért eredendően ez ott van. Nem hiányzik? Tehát az a fajta intimitás, vagy annak a megélése, egy olyan típusú ember szemre, mint amilyen te lettél, az azt jelenti, hogy nincs is rá igényed, vagy csak elfolyton? Nem tudom, ehhez szerintem semmi közöd. De tényleg. De rajtam kívül a sok, de sok alig, hallgatónak. Alig hiányzik. De ahhoz képest, amire nekem igényem van, amitől én boldognak érzem magamat nap, mint nap, abban ez nem nyom annyit, mint a legtöbb embernek. De pontosan azért, mert sok lábon állok. Én már sérthetetlennek érzem magam, és ezért pár éve többet is tudok adni magamból, mert ha még egyszer megismétlődik egy ilyen gyász, én azzal már nem vesztek annyit, de lehet, hogy egyszerűen már olvasni sem tudom azokat a minőségeket, amelyekből adni kéne. De lehet, hogy igen, meg az is lehet, hogy amikor így elhangzik azt, hogy na valaki érzelmileg elérhetetlen, akkor az a nagy kérdés, hogy igen, kinek? Neked lehet, hogy az volt. Igen. Tehát, hogy lehet, hogy azt az inger küszöböt nem ütötted meg, hogy elég érdekes, amit mondasz, vagy hogy elég fájdalmasan adod elő bárkinek, akár magadnak, akár másnak a történet. Ténetét. Egyszerűen se szellemileg, se érzelmileg nem mozgatsz meg semmit, csak tartod a markodat.
nyilván én ezt mondhatom, mert olyan nagyon érdekes és tehetséges, és lelkileg terhelt, és nagyon érdekes életutú emberekkel vagyok körülvéve, hogy ezek csúnya szóval élve szórakoztatóan érzelmesek, vagy pedig szellemiek. És ezeknek az árnyékában baromi nehéz meglátni a lehetőséget abban, hogy Gabival, a CBA pénztárossal megbeszéljük, hogy mi volt ma a melóba, képzeld el, 3,40 kg lett, de maradhatott. Tehát, hogy és ugyanez nyilván megvan az érzelmi sikon, hogy ő most aggódik, hogy fog-e sikerülni a körmös szakvizsgája. És nyilván az is egy szakma, meg minden, de tudod, hogy az életnek nem egy akkora akadálya, vagy nem egy akkora eredménye, nem tudsz annyira együtt érezni az ő szellemi kihívásával, amikor elvégez egy tanfolyamot, vagy bemegy a gimibe, vagy nem tudom, megírja az élete első szakdolgozatát az első egyetemen, hogy ettől már így hova rohanjak? Hát olyan dolgokat láttam megcsinálni embereket, hogy ez már nem feladat. Ez már nagyon sok minden múlik valószínű. Nem tudok hozzá kapcsolódni. Aki különösen érzékeny szociálisan, akinek extrém fejlett empátiája van, akinek az a mániája, hogy törődik tudja ezt élni. Tehát van olyan, aki már átélt hatalmas teljesítményeket, Nobel-díjakat, de azért át tudja élni a házi feladatot is. Most ma érted? Te meg úgy érzed, hogy ezek a receptorok, ezek a lelkesedés receptorok, ezek kiégtek belőled, amikor a harmadik Nobel-díj mellé asszisztáltál, nem tudod a házi feladatnak oda tenni magad. Hello, 35 éves vagyok, és eddig 14 éves koromtól azt tapasztaltam, hogy a nők az érzelmek bármi mértékű kimutatását zaklatásnak értékelik. Mondván, hogy ki kíváncsi pont rád. Nem ismerek senkit ilyesmivel terhelni, és félek attól, hogy túlságosan feltáruljak mások, főleg nők előtt. De ezt nem lehetne, hogy azok előtt tárulsz fel, akik amúgy kíváncsiak rád, és akkor utána jön a feltárulkozás? Mert ha az a válasza, hogy ki kíváncsi pont rád, akkor ő tényleg nem volt rád kíváncsi. Hát én nem gondolom, hogy úgy kell egy nőt leszólítani, hogy annyira oda vagyok, érted. Hiszen három perce még, vagy egy-három másodperce azt sem tudta, hogy létezel. Itt lehet, hogy felcserélődtek, nincs meg a táncrend. Lehet, hogy nem volt meg a táncrend, ahogy azt is el tudom képzelni, hogy nagyon sok nő, főleg amikor még nagyon fiatalok voltunk, akkor azt a gyengeségnek, vagy a gyengeség jelének veszi, hogyha a férfi nem elég sziklaszilárd, hanem esetleg meghatódik valamin, vagy neki is vannak gyengeségei, és akkor elkezdik nyámnyilának, anyámasszony katonájának, nem tudom minek gondolni a férfit. Ahhoz kell egy érettség, némi tapasztalat, meg persze megfelelő mértékű intelligencia, hogy erre rájöjjön a nő, hogy hát lehetséges, hogy pont ettől igazán erős az a férfi, hogy ezt ő vállalja. Meg nem tudom, hogy miért az impotencia, meg inkompetencia lett az erőnek, meg a határozottságnak, meg a férfiasságnak a szinonimája. Tudod, miért az érzelmi retardáltság lett azért? Most attól, hogy egy férfi érzelmes, és kimutatja, vagy kinyilvánítja az érzelmeit, attól még lehet erős férfi. Attól még lehet határozott férfi. Uh-huh. Miért? Hogy lett ez a referencia? Hogy született ez a referencia? Ha az első benyomásod, hogy valaki egy ilyen lantos költő, akkor feltételezheted, ha minden egyéb információ hiányában jogos a feltételezés, hogy ő nem lesz erős, nem elég férfias. De ha egy elég erős, elég férfias, egy elegendő kompetenciát és erőt és beleállást már prezentált, utána hadd végezhesse el a lantos költészetet is. Hát ezt szeretnék, ha nő, persze, igen, hogy a Marlboro Man, aki lovagol a naplementébe, és így hátra biccent, de nem köszön, hanem csak fölemeli a kezét, mert tudja, hogy úgy is nézi a nő. És utána disznózsira keni a kezét, és valójában eljátszik utána a két bokron túl egy csomó kisgyereket. Van egy, és ez sugározza, és nem csak a média, meg nem csak a reklámok, hát már a regények is, meg szóval, hogy ez egy nagyon régre nyúló ábrázolásmód. Szóval, hogy én őszintén nem értem, hogy attól, hogy valaki mondjuk határozott, vagy mondjuk nagyon kompetens,
adott esetben, bármilyen téren, tehát pont úgy, mint egy férfi, vezető, attól nem foghat a kezébe egy lantot, és nem játszhat azon. Hogyha onnantól kezdve játszik azon, onnantól kezdve a gyöngétsége már nem gyöngeség. Erre mondtam. De hogyha anélkül játszik azon, akkor megszületik azonnal kapásból, tudod, csípőből a prekoncepció arra vonatkozóan, hogy hát akkor ő tulajdonképpen egy csaj férfi testben. Erre mondtam, Robi, hogy aki így gondolkozik, amit most te mondta, az vagy 14 éves, vagy meglehetősen butuska, vagy érzelmileg, hát érzelmi intelligenciában kihívásokkal küzd. De hát nekem egyáltalán nem probléma, Ági, hogy az emberek 85%-áról ebből a műsorban így nyilatkozol. Mi is szoktuk ezt tenni. Köszönöm szépen. Nagyon ez 85%, akkor 85%. Nem gondolom. Azt hiszem, hogy ezek nagyon rossz kulturális referenciák. Nagyon rossz pusztító kulturális referenciák. És vajon miért építették fel ezeket? Miért volt szükség ezekre? Miért kellett a, tudod, a, itt arról van szó, hogy az a férfi, amelyik fölvállalja a saját gyengeségét, az önmaga kasztrációjával játszik nyilvánosan, lépten nyomon. Hogy jött létre ez a kulturális normarendszer, amelyik ezt elfogadja, sőt, ezt elvárja, és már ehhez referenciák tartoznak. Szerintem ez az egyik legsúlyosabb probléma, és férfiak tömegei küzdenek ezzel, de persze nincs megengedve nekik, hogy küzdjenek ezzel, de persze nincs megengedve nekik, hogy szenvedjenek ettől. Hiszen ők erős férfiak, hiszen ők erős férfiak, igen. És vissza kell folytaniuk mit? A gyengétségüket, vissza kell folytaniuk az érzékenységüket, mert ez meg lett bélyegezve gyengeséggel, és meg lett bélyegezve nőiességgel, és meg lett bélyegezve életképtelenséggel. Én azt érzem, és itt menteném fel a 14 évessége vagy butuskaság alól azokat, akik megvetően néznek az erős szereplőre, amint az valamennyi gyengétséget is mutat, hogy talán abból a féltékenységből ered, hogy miért nem én állok ott, én is vagyok annyira tökös, miért nem én vagyok abban a reflektorfényben, abban az állásban, pozícióban, jövedelemben, vagy amellett a nő mellett. És akkor érdeke annak, aki alul maradt, és nem abban a szerepben tetszeleg, amit most épp mind vizsgálunk, és a szemek rászegeződnek, érdeke megbuktatni, hát ha az az üresedés az ő feljebb emelkedését. Hát, most eleve amiért a csordákban az állatok leváltják egy idő után azt a vezetőt, mindegyik szeretne az lenni, amint az egy picit gyenge, akkor nekiugranak. Nyilván mi emberek vagyunk, szeretjük ezt hangoztatni, de hát elsősorban állatok vagyunk, hát és az emberségünkért nekünk tennünk kell valamit. Arról beszélsz, hogy vizsgálja, vagy hogy ítéli el egy férfi a gyengeségét kimutató férfit. Én arról beszéltem, hogy a nő hogyan vizsgálja. Igen, ő nem akar tudod, a fő kérdés nem az, hogy ennek a kulturális normarendszernek a haszonélvezői mely férfiak, meg mely férfiak, milyen lelkialkatú férfiak tudnak jól működni ebben a normarendszerben, és mely férfiak azok, akik lemorzsolódnak. Nyilvánvalóan vannak olyan férfiak, és vannak olyan nők, akik újra meg újra építik önmagukból, meg önmaguk referenciáiból, meg visszajelzéseiből ezt a normarendszert, hanem hogy hol született ez, és miért kellett megalkotni, hogy ez vajon természetes, vagy vajon ez a tudatiparnak az eredménye? Én ennek a tanulságaképpen, ahogy itt elbeszélgettünk minden esetre, ahogy érzitek, hogy nem elég romantikus szaporodásnak nevezni a gyermekvállalást és gyermekáldást, lehet, hogy anyámat átírom a telefonomban elsődleges gondozomra. Sometimes people make a war, iniko melaniko norosa ai, pappa varua pa chikidam. A Jódli mindent megbocsát. Szövegtudományi tanszék, az önkényes mérvadó dalszövegértelmező szolgáltatása. Mai katasztrófa turisztikai desztinációnk. Az Ergo Ballaga Katona című dalának a szövegét fogjuk elemezni és értelmezni a következőkben. Hát ez egy egészen kivételes műalkotás. Hát egészen nemzedéki élmény, azt mondhatom. Tehát, hogy én úgy gondolom, hogy a 80-as években ennél
ennél erősebb, ennél súlyosabb, ennél magával ragadóbb dolog a magyar popzenében velem nem történt. Tehát ez valami elementáris, valami eszetlen nagyon-nagyon-nagyon-nagyon. Ezt jó. Már akkor így gondoltad, abszolút, amikor először kamaszkorodban? Amikor először hallottam, akkor így gondoltam, akkor te nem valami nagyszerű. Te nem azok közé tartoztál, mint rengetegen, akik mennek a ritmusra, ugrálnak boldog arccal, mert nem figyelik azt, hogy egyébként miről szól a szöveg. Ez nagyon jellemző egy egyes popdaloknál, hogy mosolyog a közönség és ugrál, mert buli van, mert valahogy nem foglalkozik vele, hogy ennek mi van a hátterében, vagy hogy miről szól. Nekem egyébként újra meg kellene hallgatnom annyira pár régi dalt, mert eddig nem úgy emlékeztem arra, hogy ez jó. Én ezt nagyon szerettem, de zene miatt szerintem. Tehát én nem éreztem ezt a szöveget soha olyan szomorúnak, mint most, ha beleolvasok. Hát nagyon fájdalmas a szöveg, és hozzátartozik, hogy a Szikora Robinak a 80-as években valami olyan popsztársága volt, ami alapjaiban különbözött bárki másétól. Hát ha valaki látta a koncerten azt, hogy a Szikora Robit hogyan tépik szét a rajongói, az valami egészen más volt, mint ahogy akárki mással, aki nem tudom én, Csepregi Évával, vagy D. Nagy Lajossal ilyesmi előfordult a koncertjein. Az valami igazi rock and roll volt, az a kultusz, ami a Szikorát övezte. A közönsége meg a rajongói körében. Az valami egészen más volt. És azt hiszem, hogy ő valami, hogy ő tényleg újra tudta kezdeni a karrierjét azután, hogy kiszállta a Hungáriából. Tehát, hogy ő valami egészen más, a saját képére formálva, valami egészen más tudott megvalósítani, valami olyasmit, ami a Fenyőnek a Hungária lehetett. Ott úgy bujkáltott valami, akár pont úgy, mint a Phil Collinsban a Genesis kapcsán. Tehát, hogy tudod, ő beült oda dobolni, aztán énekelni, aztán lett belőle egy Phil Collins, ami szerintem távolabbra mutat, mint a Genesis. Az Ergónak az ilyen népszerűségi lenyomata az ére annyit, mint a Hungáriáé, ezzel kapcsolatban kételkedem. De az, hogy egy ilyen számomra megfejthetetlen hátterű vagy forrású dolog ez, úgy, ahogy az LGT is tudott, hogy nekik valamilyen ilyen funky zenei, nem jazz, hanem ilyen disco funk és fekete funky gyökereik lehetnek. Én nem tudom, hogy ezt a Supertramptől, vagy honnan kellett ellesni ezt a katonazubbonyos safari popot, amit a Szikora összehozott. Rám soha nem volt nem extra tudom. Hatással az Ergó, lehet, hogy akkor ez egy hiba volt. Most se érzem, hogy a rádióadás után meg fogok hallgatni tőlük 15 dalt. Ennek következményeképpen nem voltam koncertjükön se soha. De találkoztam koncertjükkel. Nem, voltam koncertjükön teljesen véletlenül 10 évvel ezelőtt, és bár fanyalogtam, de meg kell hagyni, hogy olyan bulit csinált, még 10 évvel ezelőtt is a Szikora, tehát olyan energia, olyan, ahogy te mondtad, rock and roll volt abban az emberben, pedig akkor azért már bőven benne volt a kor, mert azon kaptam magam, hogy te jó ég, hát ez... Némi rossz indulattal megkérdezném, hogy ez hol történt, hogy a Balatonfüredi Borfesztivál 4-es színpadán, vagy egy gólyatáborban, egy egyetemnél, kérlek, vagy valamilyen falunapon jártál? Egy céges karácsonyi bulin, ők voltak. De jó, mert tudod, ez olyan volt, hogy oda fúj a szél, nem az van, hogy vettem egy jegyet a Pecsába, vagy az Arénába, vagy a mit tudom én hova, egy Ergó koncertre. De tudod mit? Ezt egyébként jó, hogy megkérdezted. De én így jártam bikini koncerten, ahogy te ezen, hogy volt egy ilyen line-up, és közte volt a bikini. Jó, hogy megkérdezted, mert ez tipikusan olyan hakni tud lenni egy együttesnek, amit neki nem kell különösebben oda tenni magát, hanem le is tudhatta. Tehát az alapjáratú buliuk is óriási. És igen. És Ergó koncerten is voltam, és óriási volt. Akkor 20 éves voltam. Most arról van szó, hogy egy Illés koncerten, vagy egy LGT koncerten a közönség azért tud viselkedni. Tudod? Sajnos. Az Ergónak meg az a lényege, hogy ott azok a rajongók, akik egyébként ma már nincsenek meg már 20 évese voltak meg, hanem azok a rajongók, akik szervesen ott és akkor a 80-as években az Ergót követték, meg az Ergót szerették, meg rajongták, azok olyan módon
őrültek meg ezeken a koncerteken, ami aztán visszahatott a Szikorára, aki szintén olyan módon őrült meg, és ott volt valami olyan találkozás az ergórajongók, én soha nem voltam ilyen módon ergórajongó, ahogyan azok a megszállott rajongók. Tehát egyszerűen volt egy olyan fanatikus tábora az ergónak, egy olyan megszállott örjöngő tábora az ergónak, amilyen manapság nagyjából a DK-nak meg a Fidesznek van, és amilyen a, nem tudom én, az LGT-nek se, meg az Illésnek se volt soha. Hát egyszerűen az elköteleződés foka Szikora Robi iránt ezekben a rajongókban olyan fokú volt, mint amilyen a DK kemény magjában Gyurcsány Ferenc iránt, vagy a Fidesz kemény magjában az Orbán Viktor iránt. Személyi kultusz. De ez miből fakadt? Ez pont a személyiségéből fakadt. Eszméletlen nem, karizmából. Igen, tehát igen. Hogy azért bármennyire is jó az ergó, azért nem mondanám azt, hogy hú, az ergó mennyivel jobb, mint az LGT, mert ez nem arról van szó, hogy az ergó jobb lenne. Arról van szó, hogy a Szikora Robit azt egyszerűen... hogy mondjam, jobban lehet imádni, imádhatóbb volt, mint amennyire a Presser Pici. A Presser Picit lehet csodálni, meg lehet nagyon tisztelni a teljesítményét, de nem lehet úgy megőrülni tőle egyszerűen, ahogyan a Szikorától, hogy a Szikora bemegy a színpadra, és Magyarországon az én nem érzékeltem soha azt, amit nagyjából az Elvis tudott a nemzetközi szintéren, meg a Michael Jackson tudott a nemzetközi szintéren, vagy én nem tudom, a fénykorában a Jim Morrison tudhatott a nemzetközi szintére, hogy bemegy a színpadra, és megőrülnek a rajongók, és üvöltenek, és bizonyos rajongók elájulnak, akiket aztán ki kell vinni. És tudod, tehát hogy ilyenek nem nagyon történtek. Tehát egy Red Hot Chili Peppers koncertre mész, és azt látod, hogy az Anthony bejön a színpadra, és ott megőrül a közönség, tudod? Na, ezek az igazi rock and roll pillanatok. És valahogy a magyar, valahogy Acél György és ennek a hogy mondjam, az MSZMP központi bizottságának a fémjelét viselő magyar popzenében nem nagyon teremtek ötösével, tízesével az ilyen minőségű rock'n'roll sztárok, mint amilyen a Szikora Robi volt a 80-as években. És az az érdekes, hogy az előbb hosszan arról beszéltünk, vagy az előző téma végén, hogy az elérhetetlen az, ami vonzó, meg hogy nagyon keménynek kell lenni, ugye a férfinak, aki nem mutathatja ki az érzéseit, és ehhez képest arról beszélgettünk, hogy azt mondod, hogy mekkora személyi kultusz övez egy énekest, aki egyébként affektál, nyávog, sok mindent el lehet mondani az életnési stílusáról, de azt, hogy egy ilyen nagyon férfias lenne, az semmiképpen, és könycseppekről érek. Könyörgöm, nem kell nagyon férfiasnak lenni, a Mick Jagger se nagyon férfias, sőt, ennek ellenére a Mick Jaggernek a jelenléte a színpadon, hát finoman szólva észrevehető. Abszolút na, nem kell annak lenni, én arra kanyarodtam vissza, hogy lám, nem csak az a vonzó, nem csak attól lehet megörülni, mint amit az előbb itt elkezdtünk definiálni. Nem is faktor. Szerintem nem is faktor. Tehát szerintem nem faktor az, hogy az, aki előadja magát a színpadon, az mennyire férfias, vagy mennyire sugároz magából heterokarizmát. Ott volt Freddie Mercury, aki azért, hát, hogy mondjam, most... hát szexuális irányultsága nyomán nem nagyon nevezhető férfiasnak. Főleg nem a 70-es években, még a lakkozott körmeivel. És valahogy a Freddie Mercury is tudta azt, amit a Michael Jackson meg az Elvis tudott, ezt a tömeghisztériát. Ezt meg tudta okozni. De Michael Jackson azon sem volt férfias. Ő még kevésbé volt talán férfias. Uh-huh. De valahogy ez egyszerűen, van ez a kifejezés, hogy karizma, ami azt hiszem, hogy nagyrészt mágia. Nem a férfiassággal függ össze. Nem a macsóság, nem a macsósággal függ össze. Egyszerűen a jelenlét mélységével függ össze. Vannak bizonyos emberek, akik jelen vannak, és a térből mélyebb, nem nagyobb, mélyebb darabot hasítanak ki. Mélyebben nyomódnak be valahogy a térbe, amikor ott vannak jelen. Az az érzésed, hogy bejött valaki, de mintha két valaki jött volna be.
Azzal kapcsolatban, hogy melyik koncerten lehetett, meg voltak képesek megőrülni a 80-as években a közönség részéről, meg melyiken nem, melegen ajánlom, ha vesztek egy vonalzót, leszúrjátok a Daft Punkban, és a Zságer felé húztok egy egyenest, és ezt folytatjátok 1983-ig, elérkeztek a francia Space zenekarhoz. Írjátok be a Google-be, hogy Space, Moszkva, mint Moszkva, 1983. Találni fogtok egy koncertet, ahol a megőrülést ülve lehetett elvégezni, és ezt ilyen tányérsapkás szovjet katonák kontrollálják, hogy azért maradjon a berendezés is a helyén. Így félnek ettől az ilyen nagyon progresszív, ilyen szintetizátoros zenekartól, hogy az történik, mint ami állítólag az Akela fővárosi nagy cirkuszi koncertje során, hogy akkor utána újra lehetett kényszerike áztatni az egész felhozatal. Szóval én azt hiszem, hogy a 80-as években a Szikora Robi egy olyan élményt tudott sugározni, minthogyha nem az Erdős Péter castingolta volna, és minthogyha nem az Erdős Péter engedélyezte volna, meg hagyta volna jóvá, hogy ő neki lemeze jelenjen meg, meg hogy ő föllépjen. Nyilvánvaló, hogy az Erdős Péternek mindenkit jóvá kellett hagynia, akinek lemeze jelent meg, és aki felléphetett Magyarországon. Tehát nyilvánvaló, hogy az Erdős Péter ellenjegyezte ezt. De a Szikorán, meg az Ergón ez valahogy nem látszott. Valahogy nem látszott. És önmagában az, hogy ők a Hungária után, ezután a, tudod, angyalföldi pálmafák, meg a Jampecok a Chevroletben agyba főbe nyomják a Dudát, ennek a, ez a, tudod, 70-es, 80-as évek fordulóján elbábozzuk magunkkal az Egyesült Államok 50-es évekét, ezután ő valahogy így a Rejtő Jenőhöz nyúlt. Stílusért, meg imidzsért. És valahogy a Rejtő Jenőből alkotta Safari Pop, meg Pampalini, meg ilyenek jutnak eszembe, de sose a Rejtő, pedig tényleg. Ez a Rejtő. Persze, ez a Rejtő. Menetelj vagy, meghalsz. Igen, adja, tulajdonképpen adja Hungáriához Rejtőt, és megkapod az Ergót. De jó egyenletek. Figyelj, még egy kicsit matekozzunk, aztán vegyük át a szöveget. Én egy ilyen csúnya fraktál alakzatot vettem észre abban, amit itt ismertettél. Azt mondod, hogy a Szikora előtt ájulásig térdre borultak, és elfeküdtek a rajongók. Úgy, ahogy a rajongótábor a Gyurcsány Ferencnek, vagy Orbán Viktornak. Uh-huh. Szikora Robert, Orbán Viktor rajongótábora. Így van, ma már na, Szikora ez a, Robert ez a fraktál vált, jelleg itt. Igen, ma már Szikora Robert vált Orbán Viktor rajongójává, de hát ezt tudod, azért lehetséges, mert amíg a Szikora Robertnek annak idején 10 éves, 20 éves rajongók ájultak el a koncertjein, addig Orbán Viktornak meg Gyurcsány Ferencnek hagyományosan nyugdíjas rajongók kapnak szélütést. Lakos. Igen, hát de a két ember karizmája sem hasonlítható össze, vagy hát azt kell mondjam, hogy optikát kell cserélni abban a vizsgálóeszközben, ha Szikora Robertet és Orbán Viktort igen vizsgálod. Nyilván Orbán Viktor nem egy énekes, de hanem Szikora... a miniszterelnök, de hogy ég és föl, tehát igen, hogy természetes, hogy a lényeg, hogy szektavezér. Ahogyan annak idején a Szikora Róberti szektavezér volt, nem pusztán egy együttes vezetője volt, hanem egy rajongótábornak az istene. Értem, azt úgy mondod, hogy a személyi kultusznak a megteremtésére, fenntartására alkalmas, sőt, hát szándékozik is ezt és fenntartani. Hát mostanra Szikora Róbert is beleöregedett ebbe a nyugdíjas korosztályba, és most már ő is egy nyugdíjas rajongó. Azért attól tartok, nem kap szélütést egy ilyen Orbán Viktor fellépés alkalmával, de csak azért nem, mert már járt a másik oldalon, és tudja, meg nehéz rá táncolni. Ismeri a showbizniszt. Aha. Szóval 16 még nem volt a legényke, mikor azt az ukázt kapta, hogy védje a királyát s fele lányát. Ó. Nem tudjuk, hol járunk, de kötelező sor katonaság vagy behívásos alapú honvédelem van, még hozzá 18 év alatt. Igen, igen, igen. Ez egy antimilitarista statement. Ez az egész de ebben dal. Ebben az, mondjuk ez mikori szám, 85-6-7? Hogy akkor itt ilyen, mivel ilyen Líbia, Afganisztán, vagy mikkel lehetett ott éppen egyetérteni, mert ugye a Vietnám hullám már erősen egy 15 év spétben hát akkor, volt. Akkor a szovjet-afgán háború zajlott, és hát ott nyilván hivatalosan Magyarország a Varsói Szerződés oldalán és a Szovjetunió oldalán áll. 85-ös, azt hiszem, igen. Igen. Fúj a szél kint a csatatéren, de tél, a nyár, a vér, a fagy nem rettenti meg mégsem.
Hova készülsz, hova készülsz, ha véget ér a harc? Hova készülsz, ha véget ér a harc? Ez arról szól. PTSD kezelése valószínűleg. Így van, így van. Ez a posztraumás stressz szindróma, amiről szó van, hogy mit kezdesz magaddal, hogyha láttátok, bizonyára azért van köztetek olyan kedves hallgatók, akik látták a Bombák földjén című filmet, aminek a végén a hősünknek, aki az egész film cselekménye során legkülönbözőbb robbanó eszközöket kellett hatástalanítania, megáll a kukoricapelyhes dobozok előtt a szupermarketben, és akkor most egy ilyen téttel kéne döntenie, hogy melyik szupermarket, melyik pop, mi ez? Nem tudom, bocsánat. Melyik kukoricapelyhet vegye le a boltról? Ezért a dilemmává züllött le az ő életének a nagyon súlyos vállalása, és erre a tétre nem tud vissza fokozódni. Én a három Nobel-díjhoz hozzásegítésem után, Robi, most mi ebben olyan nagyon érdekes? Nincs itt semmi látnivaló. Nem tudod átélni, világos. Erről van szó. Hova készülsz, ha véget ér a harc? És ez egyébként érzelmileg is, nem pusztán, még ha PTSD nem lenne elég, mert az elég tud lenni. Na de hazatér a háborúnak vége, de a tűzfaluját sajnos elérte. Mihez kezd ez gyűrött kép csak a múlt? Nem elég, ez hogy van egy posztraumás, hogy a hazád stressz, az neked a házad. Elvileg azt véded meg, igen, ha elmész, azért mész el, hogy az a terület is, ahol a házad áll, az békében maradjon, és hazajössz, és kiderül, hogy ugyanaz a feldúlás történt, amíg te a feldúlást máshol végezted. Elvesztetted nem csak a lábad, a lelki egyensúlyod, de még azt is, amiért küzdöttél. Tehát, hogy nem vár az égvilágon sem. És milyen jól jártál, hiszen te még hazajöttél. Hát hú de jó neki. Mert azért ez egy nagy feltételezés, hogy hova készül, ha véget ér a harc. Ugye a háborús filmekben, és ezt a tanácsot tudom adni nektek a frontra, az a katona, aki elmeséli, hogy a menyasszonyával, Mérivel össze fognak házasodni, és egy farmot akarnak üzemeltetni Oregonban, azt a következő 10 percen belül lövik agyon. Úgyhogy nem érdemes ezzel foglalkozni, hogy nyilván ez tartja benned a lelket, hogy otthon terveid vannak. De gyakorlatilag én nem tudom, hogy ki érvényesül jobban a fronton, aki még haza szeretne menni, vagy aki már így elengedte. Nem voltam sose fronton, de gyanítom, hogy egyrészt ez elég komolyan tudja tartani a lelket, másrészt pedig valószínűleg segít az ilyesmi abban, hogy embernek lehessen maradni. De ott nem biztos, nem hogy lehet. Segít téged, de az ott nem biztos, hogy jó neked. Tehát nem biztos, hogy érdemes embernek maradni, mert akkor emberként fogsz ott meghalni, míg hogyha fenevaddá válsz, lehet, hogy fenevadként túlélsz. Csak az a kérdés, hogy miután vége a háborúnak az a fenevad, hogy válik vissza emberé? Visszaválhat-e emberé? Hát válhat-e belőle ember újra? Tudod, én azt hiszem, hogy egy ilyen helyzetben a lelki alkat, különböző lelkialkatú emberek, biztosan van olyan lelkialkatú ember, akinek fontos, hogy tartsa magában a lelket, és akinek fontos, hogy arról fantáziáljon, hogy mi lesz vele, ha hazaér. De azt hiszem, hogy többségben vannak azok, akiket ez a gondolat, meg akiket ez a fájdalmas emlék, hogy valaki otthon vár titeket, csak elgyengít. Nekem a drámája ennek a szövegnek, mondom ezt úgy, hogy most olvasom úgy igazán először, az még csak nem is ez, hanem időhíján átugranék a végére, ahol csak ballag a katona, még ő se tudja hova, és fölkiált ugye valamelyik kislány, hogy anya, nézd egy Mikulás. Tehát, hogy na, ennyi. Teljesen hiába való volt az ennyi. Egész. Nem biztos, de a hősiesség, tehát nem ismernek föl egy katonát, de ez két különböző valóságban játszódik, ahol a faludat elérte a tűz, ott tudják, hogy az egy katona. Oszi, a baka mellén színes érmek eladókt. Ennyit ért az, amit csinált. Pont erről van szó, hogy nem volt érdemes soha megvívni ezt a háborút. Ezzel kell együtt élni, hogy te hős voltál, de minek a hőse? Volt bármi hősies abban, aminek te odaadtad a sorsodat, az életedet, az emberségedet? A lelked nyugalmát? Akkor csak ballag a katona, még ő sem tudja hova. Egy fénykép a zsebében, egy könycsepp a szemében, a szájában csutora, a vállán egy teli zsák. Kérteded, hogy mit csinál. Hát magyarul emlékezik, hazatart valahová gyalog feladat hiány, amely házat már leégve fogja megtalálni,
És hát ez a csutora, ez alkohol. Tehát biztosan már valamilyen pszichotikummal él annak érdekében, hogy egyáltalán hazáig el tudja. Nyilván arról van szó, hogy az alkohol az, ami őt életben tartotta. Nagyjából az az alkohol az, ami őt képessé tette arra, hogy jöjjön, és képessé tette arra, hogy annak az esélyével, hogy ő aznap fog elesni, nap mint nap fölkeljen és harcoljon. Aztán lehet, hogy vizet iszik abból a kulacsból. Nem, de úgy érzem, hogy az, aki már így felszabadult a katonaság alól és hazafelé tart, az már vizet nem fogyaszt. Egy valami biztos, hogy a baka mellén fényes érmek eladók egy sört talán megérnek, nagyot kortyol, és búsan így dalol. Vegyük észre, hogy az első verze úgy kezdődik, hogy 16 még nem volt a legényke, itt bevonul, és utána a második verzében az van, hogy 16 rég elmúlt a legényke, ugye lezajlott ez a háború. Opsitnak egy mankot kapott, azaz nyilván vagy egy lába hiányzik, vagy nem tud ráállni, mert védte a királyát és fele lányát. Néhány helyen az úgy szerepel, hogy vele lányát, de az Ergo honlapján nem. Én egész életemben úgy hallottam, hogy fele, valamelyikünk félrehallás áldozata, mindenki vegye magára. A baka mellén színes érmek eladók egy sört talán megérnek. Nagyot kortyol és búsan így dalul. Igen. Egy sört talán. Igen. Tudod. Hogy vajon azok a bolhapiacon kapható kitüntetések, halott nagypapától vannak, vagy az élő nagypapa adta el őket? És vajon tényleg, vagy itta el őket? És vajon tényleg az unoka érdeke volt az a háború? Vajon tényleg az unokájáért harcolt? Vajon tényleg kellett az a háború az unokájának? Vajon tényleg azok, akik abban a felégetett házban éltek, azok igényelték ezt? Kellett ez nekik? Vagy egyszerűen csak a királynak? Nem, a királynak kellett az a háború, és tudod, a király háborúját mindenki elszenvedi, kivéve a királyt. Mekkora művelet, popzenészként, sztárként, amikor már bármit csinálhatsz, már túl vagy a szerelmes számon, ami téged feldob arra a színpadra, és közönséget termel neked, már megvalósíthatod az akaratodat, és akkor egy ilyen háborús traumáról írunk egy popzenét. Nem elröhögcséljük, meg még egy női névre csinálunk egy semmitmondó slágert. Hát igen, mert én azt hiszem, hogy ezért... Vagy férfi névre. Én azt hiszem, hogy ezért hozta létre az Ergót a Szikora Róbert, hogy több drámát vigyen bele, és azt hiszem, hogy ezen a rejtővonalon vigyen bele több drámát abba a zsánerbe, amit a Fenyő Miklós a Hungáriával megvalósított. Annak nem volt tétje, az tényleg habkönnyű volt. Itt drámai fedezetet kap mindaz. És azt hiszem, hogy ez a rockabilly, amivé vált ez a Szikora Robi az úgy hívta, hogy csikidám, mint stílus. Sikidom. A sikidom stílus. Más megfejtés szerint check it out, ugye? Igen, és azt hiszem, hogy a check it outból lett a csikidám. De hogy ő minden esetre ebbe a bénaságba úgy beleállt. És azt mondta, hogy több tartalommal fogom föltölteni, mint amennyit a Fenyő Miklósnak a projektje megengedett. És azt hiszem, hogy ennek érdekében ezzel a céllal is, pedig ezzel a céllal történt, érdemes volt. Köszönjük türelmüket! A közízlés ma is undorral tolta a tányér szélére mindazt, amit főztünk. Megbuktunk. És legközelebb újra megbukunk. Megmaradt hallgatóinkat, JD-t, Julient és Martint várjuk vissza itt, a Spirit FM-en, az önkényes mérvadó műsorsávjában.